Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassátok meg azt az igét, amelyet ehhez az áhítathoz választottam, melyet megírva találunk Márk evangéliumában, a 7. fejezetben, a 32. verstől a következőképpen. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagába a sokaságból, újját a süket fülébe dugta, majd újjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincsei is azonnal megoldódott, úgy, hogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. Milyen jó látni ebből a történetből, hogy van egy ember, akinek fontos, hogy valakit Jézushoz vigyen. Méghozzá egy olyan embert, aki beteg és rászoruló volt. És azt hiszem, hogy csak ez a kis rész is már nagyon nagy tanítást ad számunkra. Tudjuk egy másik történetből, hogy milyen mélyen szakadt föl az egyik emberből, egy beteg emberből, aki várja a gyógyulás reményét, hogy nincs emberem, aki segítsen. És milyen jó, hogy ennek a süket, dadogó embernek volt embere. Volt egy olyan ember, akinek fontos volt a sorsa, és ami a legfontosabb, hogy olyan ember volt körülötte, aki tudta, hogy Jézusnál megoldást találhat ennek a beteg embernek az életére. Az első, ami elgondolkodtat minket ezzel kapcsolatban, hogy a te környezetedben van-e olyan ember, akit Isten rád bízott? Van-e olyan, aki felé felelősséged van, aki szorult helyzetben van körülötted, és akinek az Úr Jézus Krisztus tudna segíteni? Hogyha igen, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy bátran hozd őket az Úr Jézus Krisztus közelébe. Hozd őket az ige közelébe, azokra az alkalmakra, ahol Isten igéje Jézushoz hozza őket. Mert nincs olyan helyzet, amiben Jézus ne tudna megoldást adni. A másik aspektus, ha esetleg úgy hallgatod most ezt az ige hirdetést, hogy neked nincs embered, te vagy az, aki vágysz Jézus Krisztus közelébe, akkor hadd mondjam, örömmel leszek az embered, szívesen oda vezetlek Krisztushoz. Nincs olyan helyzet, amiben Jézus ne tudna megoldást adni, gyere az Úr közelébe. Ahogy látjuk, ez az ember odaviszi a barátját, a rászoruló testvérét Jézus Krisztushoz, és elmondja neki, hogy mit szeretne. Azt mondja, hogy Jézus, itt van ez a beteg ember, és kérlek, hogy tedd rá a kezedet, és gyógyítsd meg. És mennyire így vagyunk ezzel mi is sokszor. Oda viszünk embereket Jézushoz, és megvan a konkrét elképzelésünk, hogy Isten mit tegyen az emberekkel, és hogyan tegye, mert sablonokban gondolkodunk csupán, és hát múltkor úgy gyógyított Jézus, hogy rátette valakinek a fejére, vagy a kezét a szájára, és úgy gyógyította meg, akkor most is így tegye. Jézus pedig nem sablonokban gondolkodik. Jézus ennek az embernek egy személyes szabadítást készített el. És ma is így van ez. Jézus nem sablonokban gondolkodik. Persze megvannak azok az alapok, azok a keretek, amik között munkálkodik, de soha nem sablonosan. A gyógyulás, a gyógyítás mindig személyesen történik, személyre szabottan. Jézus külön hívja a beteget, és úgy gyógyítja meg. Megérinti és imádkozik. Ő isteni hatalommal rendelkezik, és így gyógyít. És nézzétek meg, az ő szavára megnyílik a fül és a száj. Igen, mert Jézus az Isten fia. Ő meg tudja nyitni a szívünket, meg tudja nyitni a fülünket és a szánkat. És hiszem, hogy ezt lelkiképpen is vehetjük, hiszen megnyitja a fülünket arra, hogy megérthessük az ő szavát, az ő csodálatos evangéliumát, és megnyitja a szánkat, hogy el tudjuk mondani másoknak is a jó hírt. Mert Jézus nem csodagyógyítónak jött, hanem ezt is felhasználta arra, a gyógyítás eszközét, hogy megmutassa, hogy ő a megváltó, a messiás, akit Isten küldött. Természetesen
megszánta a betegeket, és akiket elkészített az Úr neki, azokat meggyógyította. De itt tulajdonképpen az ő messiási mi voltát is bizonyítja. Mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, és a némákat is beszélővé. Ez zendül föl a népből, azaz ézsaiási gondolat. Igen, mert lelki képen ma is meg tudja ezt tenni Jézus, hogy a lelki süketeket hallóvá teszi, és a lelki némákat beszélővé. Isten nem személyválogató. Ő elküldte Jézus Krisztust azért, hogy személyesen gyógyulást hozzon a mi életünkbe. Nem sablonosan teszi ezt, hanem mindenkinek személyre szabva. Nem biztos, hogy úgy, ahogy te elképzeled, de nála van a megoldás az életedre. És ő nem csodagyógyítónak jött, hanem megváltónak, lelki orvosnak. A süketeket hallóvá teszi, a némákat beszélővé azért, hogy mindenben az Isten dicsősége látszódjék meg. Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy legyen valóság a mi életünkben is ez. Amen.